Kormányzati segítséget kér Pécs a katasztrófa helyzet miatt. Kedden autókat borított fel és utakat sodort el a víz. A kár eddig 100 millió forint. 10 centis víz borítja a Verseny utcai sportpályákat. A PVSK csarnok beázott, a sportcsarnok eddig megúszta. És a tarvágás vagy a klímaváltozás miatt öntötte el a várost az esővíz. A szakértők egyelőre tanácstalanok. Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel. Ez itt a Pont ma, május 18-a, kedva. Autókat borított fel, elsodorta az utat és több kerítést rongált meg a víz Pécs bányán. Kedden éjjel ugyanis átszakadt egy gát, amely egy volt külszíni fejtés vizét tartotta vissza. A hétfő keddi esőzések eddig 100 millió forint kárt okoztak, legalább. Nagy Csaba alpolgármester szerint kormányzati segítségre van szüksége a városnak. Ez itt egy álló kerítés volt, a másik oldalát teljesen elvitte a víz, és itt lehet látni a tujáknál, hogy tulajdonképpen ez a hatalmas nagy leszakadás, ez mind most következett be. Az éjszakai árvíz nyomait mutatja Pécs alpolgármestere, a május egy utcát öntötte el a víz. Az éjszakai özönvíz ebből a katlamból rohant le az utcára. Valószínűleg ebből a völgyből zúdult nagy mennyiségű víz tegnap éjszaka a május egy utcára. A mögöttem lévő fákon is jól látszik, hogy tegnapi nap folyamán még több méter mély vízben álltak. A terület régen külszíni fejtés volt, így gyűlt össze az elmúlt napok csapadéka. A levezető csöve ugyanis eldugult. A víznyomása kilőtte a dugót, és ez okozta a pusztító áradást. A víz az autókat játékszerként dobta bele a patak mederbe. Ezt a hidat is magával sodorta. Az utca aszfaltozása az ISPA program részeként a közelmúltban lett kész. Ezt biztosan újra kell csinálni. A sodrás teljesen alámosta. A károk mértékét egyelőre megbecsülni sem lehet. Össze fog ülni a stáb a városházban, és meghatározza azt, hogy milyen feltételek mellett tudunk itt segítséget nyújtani, illetve a műszaki mentés után a helyreállításban részt venni. Én azt gondolom, hogy itt kormányzati segítségre lesz szükség, mert akkor a károk vannak az utcában, amit a városág maga nem tud majd rendezni. A tűzoltók egész nap a helyszínen dolgoztak, szivattyúztak és mentették a vagyontárgyakat. A darujuk azonban nem mehetett a helyszínre, mert annyira megsérült az úttest. Egyenlőre azon dolgozunk, hogy a sérült járműveket, illetve az átereszeket tudjuk kezelni. Tehát az átereszeket ki kell tisztítani, de ez a gép kell. Viszont a gép, hogy be tudjon jönni, előtte még munkálatokat kell nekünk végezni. A mentési munkákhoz sok segítő szervezet érkezett. Ezt az autót is csak több ember és egy terepjáró segítségével lehetett kiszabadítani. A speciális mentők is a helyszínre érkeztek. Ők a mentés résztvevőire is vigyáztak. Megpróbálunk segíteni a tűzoltóknak az autó kiemelésében, illetve az esetleges sérüléseknél az egészségügyi biztosítást adjuk. A napok óta zuhogó eső sok helyen okozott kárt a városban. Ez a közelmúltban kikotort patakmeder sem bírta elvezetni a vizet. Az úttestet itt is javítani kell. Vendégünk a Pécs Holding cégvezetője, Kis Tibor, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Volt munkája, volt munkájuk az elmúlt napokban bőven. Mit gondol, nehezén túl vagyunk már? Hát az elmúlt napokra visszatekintve én bízom benne, hogy igen. Tehát a meteorológiai prognózisokat nézve, tehát a katasztrófa helyzet, vészhelyzet az mondható, hogy már az elhárulás folyamatában van. Épp az előbb kaptam a jelentéseket, hogy itt a legkritikusabb, végül is a teljesen nem várt módon a legkritikusabb helyen a Május 1 utcában, gyakorlatilag ott is nagyjából sikerül mederbe terelni a vízfolyást, de hosszabb távon nem tudhatjuk, amiről itt beszélgettünk a beszélgetés előtt, hogy lehetnek még, akár nem kiszámítható folyamat, tehát még júniusban még lehetnek hasonló jellegű történések. Tehát sajnos ilyen kezd válni az éghajlatunk. A Május 1 utcával kapcsolatosan friss hír, hogy úgy néz ki, feljelentést készülnek tenni ismeretlen tettes ellen, mert olybá tűnik, hogy ott azért a lakóközösségnek is van ebben felelősség, hogy az a szemétkupac összehordolgott. Hát a pontos helyszín ismeretében, amivel most rendelkezem, mert némileg ismerem a keleti városrészt is, és itt a kialakult helyzet után itt néhány helyi lakos, tényleg én azt kell mondjam, rendkívül kiváló embereket volt alkalma megismerni az ott lakókban, akik hihetetlen türelemmel és megfelelő hozzáállással viselték ezt a
hihetetlenül kritikus helyzetet. Ilyen én még nem láttam, mert szerintem Pécsen ilyen esemény még nem volt, hogy ilyen víztömeg ekkora kárt okozott volna. Tehát ott a helyi lakosok elmondták azt, hogy mert tudtuk, hogy valahol a Nagybánya réten van valami víztömeg összegyűlve, de gyakorlatilag az elmúlt években elfelejtődtek ezek a valamikori területekkel kapcsolatos munkálatok. Ez valamikor a mecseki szénbányák karbantartásában voltak ezek a területek. Meddőhányok voltak ott, patakok, amik átereszeket építettek, több száz méteres vágatok épültek, amik átvezették a föld alatt a patakokat, ami fölött egyébként meddőhányó volt, régi pécsi szeméttelep van. És valóban a víz belső folyásánál valakik nagy mennyiségben helyeztek el illegálisan hulladékot, gumiabroncsokat láttunk ott közvetlen a vízbeeresztő nyílás körül rendkívül nagy mennyiségben, és hát az is látható volt, hogy a víz áttört, ott is nagyon sok hulladékot mosott ki. Tehát nem is biztos, hogy ott a környékbeli lakosok ezek, hát az jöhetett bárhonnan. Én megkockáztatnám, hogy semmiképpen nem a környékbeli lakosok, mert május 1-i utcából nem tudnak oda fölmenni, tehát a terep geometriája folytán ők oda nem tudnak fölmenni, ez a Kénesi útról, vagy ki tudja honnan, tehát akárhonnan vihettek oda, és ahogy én elnéztem, akár ez ipari jellegű hulladék is lehetett, hogy ha már itt elkalandoztunk, mert nagyon sok volt a gumiabroncs, tehát ez lehet, hogy valami kisvállalkozó hordta oda, mert ott valamikor volt egy település, a Nagybánya réti út, az bement, ott volt egy régi bányász kolónia, és annak mentén kerültek beszállításra ezek az anyagok, és ott ezt a völgyet gyakorlatilag, itt az eltömődés miatt, ami egyesek szerint részben mesterséges is lehetett, mert voltak, akik azt mondták, hogy bizonyos okok miatt földúzasztották ott a vizet. Ezek lehet, hogy extrém dolgok, de még volt olyan lakos, aki ilyen horgásztóról beszélt, de én ezt nem hinném. Nekem, aki Ágostontéri lakosként átéltem ezt a vízet, azon nagyon pozitívak a tapasztalatom. Azt kell mondjam, hogy az összes intézkedő szereplő közül a holding emberei voltak a legnapra készebbek, leggyorsabbak, és látszott a tenni akarás, a segítő szándék is, ami azért, amikor bajban van az ember, az nagyon sokat jelent. Tudták a dolgokat. Hát ennek örülök, hogy ilyen tapasztalatok voltak, és ahogy elmutat, nem vagyok ezzel egyedül amúgy. Ottani lakosként biztos személyes benyomások voltak. Jó magam este 11-ig időztem ott a Vince utca legvégén, és azt tapasztaltam ott, és meg kell említenem a Támasz Alapítvány embereit, akkor egy Afrodité nevű egyesületet, egyetemistákból, akik segítettek, meg a lakosokat, akik hordták oda az innivalót, ennivalót ott a dolgozó embereknek, hogy itt ezt a körtöltést gyakorlatilag időben tudjuk elhozni. Tehát annak örültem, hogy a holdingnál vannak olyan szakemberek, akik még azért emlékeztek arra, hogy épültek ki ezek a vízfolyások évekkel, évtizedek ezelőtt, hol kell beavatkozni, hogy leeresztések történjenek, és magukénak érzik az ügyet. Tehát ez egy szerintem egy nagyon fontos tapasztalat. Amúgy létszámban elegen voltak? Meg mondjuk műszaki felszereltség, volt elég gép? Az indulásnál nem. Tehát amikor megkaptuk itt a riasztást a vészhelyzetről, akkor gyakorlatilag látszott, hogy nem erre készülünk. Tehát ez egy olyan extrém eset volt itt Pécs térségében, ahol akkor ott a két havi csapadék hullott le két nap alatt, ami a karsztvizek szintjét is rendkívül megemelte, és ugye a másik helyen is kb. 3-400 ezer köbméter vizet tudott fölhalmozni, ami gyakorlatilag egyszerűen nem, hát mondjuk számolunk, várhatunk bizonyos vízhozamokat, de egy több évtizedes tapasztalat szerint ilyen vízhozam nem volt, erre nem volt senki fölkészülve, de délelőtt folyamán sikerült munkatársakat, önkénteseket is, nagyon fontos megemlíteni, hogy bizonyos cégek, Keleti Kft., a Kolász, Kvarc, a mi alvállalkozóink gyakorlatilag azonnali segítségnyújtásra, illetve munkavállalásra alkalmassá váltak. Hát nyilván nem az ön vagy az önök felelősség, ez az abnormális csapadékmennyiség, ami itt lehult, de hogy itt beszélgettünk itt a műsor előtt, azért erre fel kell készülnünk, tehát a klímaváltozás kiszámíthatatlan következményeket fog. Már csak azért is fel kell készülni, mert ugye Pécs az egy olyan sajátos áras, hogy élvezzük a meccsek előnyeit, nagyon szeretjük, de itt a délirányú lejtőkön egy ilyen lökésszerű csapadék az azonnali rendkívül nagy vízhozamot tud generálni. Egyébként, ahogy célzott rá, nagyon sok vízfolyást beépítettek, hiszen sokszor évekig nincsen semmiféle vízhozam, és akkor szépen terjeszkednek a területekkel, töltik föl. De azok nem véletlen voltak olyan méretűre kialakítva, mert az időnkénti lökésszerű csapadékot is el kell bocsátanunk, de ami a nagyon kellemetlen, hogy a pécsi medence elvezetője, a pécsi víz, a fekete víz gyakorlatilag, ez is telítődött. Tehát nem véletlen nevezik ezt gyakorlatilag medencének, tehát itt gyakorlatilag ennek az területnek az egyetlen lefolyása a pécsi víz is. Itt a déli területen, a Pipacs utcán azért volt egy elöntés, mert maga a pécsi víz nem tudott vizet befogadni, tehát itt egy átfogó rendezésre lesz szükség a következő években, ami egy hallatlanul nagy feladat. Lesz. Mennyibe került most ez a háromnapos esős idő nekünk? Hát a közvetlen költsége is meghaladják a 100 millió forintos nagyságrendet, ami a
a sürgős kárelhárításokat foglalja magába, illetve a munkavégzést, azoknak a munkájának a megfizetését, akik most nem szerződéssel, hanem kérésre, szóra, tehát adott esetben volt vállalkozó, akinek telefonon szóltam, hogy mozduljon, tehát nyilvánvaló ez gyakorlatilag egy havári eset, de akkor is el kell számolnunk, tehát ez már meghaladja a 100 millió forintos nagyságrendet, de a keletkezett károk orvoslása, ami majd különböző, akár biztosítótársaságok feladata lesz a finanszírozása, vagy egyéb alapoké, az már biztos, hogy a több 100 millió forintra fog rúgni, de egy átfogó csapadékvízelvezetési rendszer képítése, amire vannak ötletek, az talán a milliárdos nagyságrendet is meg fogja haladni. Hát igen, témánál vagyunk, ha megenged nekem egy személyes hasonlatot, az ember beköltözik egy használt házba. A legsürgősebb munkákat elvégzi, hogy egyáltalán élni lehessen ott, de van, amit a későbbre hagy, mert sokba kerül meg, meg nagyon nagy munka. Lefesti a házat kívülről, bútort vesz, mit tudom én, de menet közben azért kiderül, hogy a WC nem folyik le, a csapok röcögnek, csöpögnek, az elektromos rendszer se igazán tökéletesen működik, és ez mikor derül ki, igazgató? Mindig akkor, amikor vendéget várunk. Hát most Pécs vendégeket vár. Hát ez egy nagyon jó hasonlat. Tehát, hogy hasonló hasonlattal próbáljak élni, hát a németeknek volt egy mondásuk, hogy mindent csinálnak, csak óvakodjanak a kétfrontos háborútól. Tehát itt most Pécsen nem is kétfrontos, hanem nem is tudom hány frontos háborút vívunk. Tehát itt nagyon sok évtizedes nagyvállalatok megszűnése után mi felhalmozott örökséget kell, hogy kezeljünk, szétaprózódott, megszűnt önkormányzati vállalatok örökségét kellene rendbe tennünk, szétmentek az infrastruktúrák, elhanyagolódtak. Ugye most Pécs egy kulturális téren egy rendkívül nagy programra készült, ami valóban egy vendégvárás, de közben nem maradt erőnk arra, hogy az üzemeltetést, a működést megfelelő szintre hozzuk. Elmaradt a nagy generál a városnak. Van erre esély a következő mondjuk évtizedben? Hát ha nem hinnék benne, hogy van esély, akkor nem ülnék itt. Tehát muszáj hinnünk benne, hogy ezt valahogy szintre tudjuk hozni. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon sok erőfeszítésre lesz szükség. Valószínűleg a prioritási sorrendet kicsit változtatni kell a jövőben, mert gyakorlatilag most előre mentünk egyik területen, de hogy szokták mondani meg egy katonai hasonlattal, hogy valaki előre tör, de nem viszi a hatávvonalakat maga után, nem építi ki, az menthetetlenül kudarcra van ítélve. Tehát nekünk most az infrastruktúrákra kell nagyon figyelni a jövőben. Igazgató, köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon örülünk neki mindig, amikor a stúdió vendége, csak ne ilyen témában legközelebb, ha kérhetném. Tehát még ezt kicsit próbáljuk kerülni. Ennek csak őszintén örülök, hogy ilyen témában nem kell jönnöm. Köszönöm szépen. Jó munkát kívánunk önöknek. Átmeneti szálláson töltötte több pécsi család az éjszakát. Két napja nem tudnak hazamenni, a Pipacs utca környékén lakók sem. Ők egy pécsbányai anyaotthonban kaptak helyet. További kitelepítések sem zárhatók ki, ha folytatódik az esőzés. Hát idáig volt, amire a vízbe. Én nálam volt a legnagyobb víz. Emiatt nem maradhattak otthonaikban a Pipacs utcában lakók. Őket két-három másik családdal együtt egy pécsbányai anya otthonban helyezték el. Hogy házukkal mi történt, arról semmit sem tudnak. Nem tudom. Minket tegnap elhoztak onnan délelőtti órákba, és azóta nem tudunk semmit, hogy mi van. Ezek még hétfői felvételek. A Pipacs utcát és környékét teljesen elöntötte a víz. A bajba jutott családok átmeneti szállásokra kerültek. Az épületek fertőtlenítése még nem történt meg, sok helyen az áramot sem sikerült visszakapcsolni. Csak úszni lehetett volna ma a PVSK stadionban, az atlétikai versenyt viszont elhalasztották. A pécsi sportlétesítményeket is kikezdte az elmúlt napok időjárása. A PVSK csarnok beázott, a Várkői stadionban pedig bokán felülért a víz. Ez a tábla fogadta a sportolókat a PVSK csarnok ajtaján kedden délelőtt. Sokszor Pécsváradra vagy Harkányba vagy máshova kell elmenni edzeni. Mondta a technikai vezető, egy darabig használhatatlan lesz a verseny utcai PVSK csarnok. A pálya nagy részén rongyok, vödrök hevertek, ezekben fogták fel a csepegővizet. Nem bírta a több napos esőzést az épület, beázott a tető. Így próbálták menteni a parkettát a víztől. A PVSK elnökét is megkerestük, Cerpán Istvántól megtudtuk, hogy 4 éve szeretnék már felújítani a csarnokot, csak eddig nem volt rá pénz. Most van ígéretünk arra, hogy ez jövő évben megtörténhet, és tulajdonképpen ezzel kapcsolatban a tervező munka is elindult, és egy teljes felújítás fogja megoldani remélhetően a helyzetet a jövő évben. A PVSK Tildi Zoltán utcai judó és box centrumában sem volt nagyobb probléma. Az április elején átadott létesítményben csak kisebb beázás történt, edzés nem maradt el. A sportcsarnok pedig megúszta. Hála Istennek a Lauber Dezső játéktere és a szerkezete, a tetőszerkezete nem sínlette meg ezt a tényleg borzalmas időjárást. Úgy, ahogy még jól kijöttünk ebből, ha szabad ilyet mondani.
Danyi Gábor azt is elmondta, hogy a városi létesítményekben most van folyamatban a károk felbecslése. A fedél nélküli létesítmények közül a Várkői stadionban a legrosszabb állapotban, számos versenyt kellett elhalasztani. A vizet jelenleg is szivattyúzzák, kedden atlétika versenynek adott volna otthont a létesítmény, a héten pedig több megyei versenyt is rendeztek volna ugyanitt. A tarvágás gyengítette meg az erdő csapadékot visszafogó hatását. Így fordulhatott elő, hogy az eső hatalmas tömegű hordalékot vitt magával, ami elöntötte a várost. Ezt a Duna-Dráva Nemzeti Park osztályvezetője mondja. Az erdészetnél viszont azt állítják, ezt a kijelentést semmi nem támasztja alá. Talán még soha nem látott tormelék és vízmennyiség zúdult le a hegyekből a többnapos esőzés miatt, ezzel elárasztva Pécs több pontját, legutóbb a Komlói út környékét. A mai vészhelyzet arra már lehet hatással, már a vágás területek is. A Duna-Dráva Nemzeti Park területi osztályvezetője szerint a nagy mennyiségben felhalmozódott karstvíz mellett a tarvágások is erősíthették a hatalmas áradást. Az erdő jótékony csapadékot visszafogó hatása itt természetesen nem érvényesül, és a nyílt felszínen sokkal gyorsabban hatalmas tömegű hordalékot magával véve zúdul le a csapadék. A mecseki erdészet a megye erdeinek felét kezeli. Az erdészeti törvény értelmében az erdőknek 100 évente kell megújulni. A vágás érett állománya teljes erdőterület 1%-a, de még ennyit sem írtanak ki. A kitermelés jelenleg a 0,7%-ot sem éri el, hangsúlyozta a termelési igazgató helyettes. Elmondása szerint semmi nem igazolja, hogy a tarvágás és a hatalmas áradás összefüggésben lenne. Ez inkább a klímaváltozás eredménye. A tarvágás ezt nem segíti, éppen ezért célunk az, hogy ennek a területét csökkentsük. De aki azt hiszi, hogy a tarvágástól ilyen mértékű árvizek lesznek, és például most a tegnap előtti sázsdi elöntés ezzel van kapcsolatban, biztos vagyok benne, hogy téved. Habár csökkentik a jövőben a tarvágások számát, az árvizeket ettől még nem kerüljük el, mondja az erdész. Még mindig nehéz közlekedni Baranyában, bemutattak egy új légszennyezettség modellező rendszert, és az Angster orgonagyárnak állít emléket egy újonnan nyílt pécsi kiállítás. Lássuk, mi minden történt még Európa kulturális fővárosában. Az elmúlt 24 órában hírösszefoglalón következik. A tartós esőzés miatt Baranyában még mindig részlegesen lezárt utak nehezítik a közlekedést, emiatt fokozott óvatossággal kell haladni Somogy-60 és Patosfa között, Pellérnél, valamint Vásárosdombó-Kisvaszar, Gerényes-Vásárosdombó között, illetve a kisvaszari elágazónál Mecsek Jánosnál. Sásdon a 66-os út már járható, a víz jelentősen leapadt az éjszaka. A vasúti közlekedésben is számítani kell nehézségekre a továbbiakban is, miután több vonalon sebességkorlátozás van érvényben. Késnek a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonalon, miután vonatpótlóbuszok közlekednek Sásd és Vásárosdombó között. Egy légszennyezettség modellező rendszer tervezésével és kifejlesztésével foglalkozó projekt részleteit ismertették kedden a Városházán. A térinformatikai alapú program célja egy olyan monitoring rendszer kialakítása, mely a város környezeti állapotának ismeretéhez szükséges adatokat egységes rendszerbe állítja. Egyebek mellett lehetővé teszi, hogy nem csak a szakemberek, de a helyi lakosság is hozzáférhessen, akár interneten keresztül is a levegő környezeti állapotát jellemző fontos információkhoz. Bár az elmúlt napok időjárása nem ezt mutatja, a naptár azonban mégsem csal, közeledik a nyári turista szezon ideje. Az utazások megkönnyítése érdekében a Vám és Pénzügyőrség tájékoztatót készített. Ebből megtudható például, hogy miből mennyit vihetünk magunkkal külföldre büntetlenül, legyen szó pénzről, értékekről vagy éppen élelmiszerről. A Vám és Pénzügyőrség internetes oldalán mindenről részletesen is tájékozódhatunk. Városunk egyik legnevezetesebb manufaktúrájának, az Angster orgonagyárnak állít emléket az a kiállítás, mely kedden nyílt a Király utcai Vasvári házban. A tárlat végigvezet a cég történeten, bemutatja az első orgonák építését a manufaktúrán és gyáralapításon át az államosításig. A tárlókban eredeti levelek, szerződések, egykorú Angster katalógusok láthatók.
Az Angster műhely működését orgonák alkatrészei és orgonaépítő szerszámok ismertetik. A gazdag fényképanyagon keresztül a különböző helyszíneken megépített orgonák analóg és eltérő építészeti megoldásai is megfigyelhetők. Emellett orgona zene gazdagítja az amúgy sem mindennapi élményt. Az erdészeti felsőoktatás hagyományait bemutató tárlat nyílt Pécsett. A kiállításon korabeli egyenruhákat, úgynevezett valdeneket is láthatnak az érdeklődők. Az erdészek köznapi viselete őszbarna színű anyagból készült. A derékba szabott rövid zubbonyt, amely hátul fel volt hasítva, öt erdészgomb díszítette. A Remekek házában megnyílt bemutató az Országos Erdészeti Egyesület 141. vándorgyűlését megelőző program volt. A Mecseki Erdészeti ZRT-t, illetve Pécs városát az a megtiszteltetés érte, hogy fennállása során már 7. alkalommal adhat otthont az Egyesület közgyűlésének. Fél évszázada annak, hogy Glasgow-ban lejátszották a napjainkban is minden idők legnagyobb klubmeccseként emlegetett Real Madrid Eintracht Frankfurt bajnokok ligája döntőt. A finálé hőse a magyar Puskás Ferenc volt. A sors kegyetlen játéka, hogy ezt a 90 percet, amelyet Európa szerte 100 milliónyian izgultak végig a televíziók előtt, Magyarországon sem a rádió, sem a tévé nem közvetítette. Ez idáig. A meccsből film készült, a filmet most Pécsett mutatják be. 1960. május 18-án az évszázad klubmérkőzésének nevezett találkozón a Real Madrid 7-3-ra verte az Eintracht Frankfurt együttesét, Puskás Ferenc 4 gólt rúgott ezen a mérkőzésen. A találkozóról készült filmet kedden Pécsett az Uránia moziban is bemutatták. Nagyon nagy megtiszteltetés futball számára, hogy Európa kulturális fővárosa kultúra részének tekinti a labdarúgást. Ezekkel a szavakkal nyitották meg a vetítés előtti sajtótájékoztatót, illusztris vendégei is voltak az eseménynek, Gros és Gyula, az aranycsapat tagja is mesélt Puskás öcsiről. Valaki rászólt, hogy öcsi, hát gyere le, hát nézd majd már te is ezt a világhíres sírboltot. Oda szólt, hogy én nem megyek le, jöjjön fel a Tutankhamen és ismerkedjünk meg. Távozolt Pécsváros polgármestere és Bánki Erik parlamenti képviselő is jelen voltak. Korábban is már terveztük, de ez a mai nap is megerősített azt az elgondolást, hogy Pécsett egy közterület Puskás Ferenc nevét őrizze. A következő hónapokban dől el, hogy melyik tér fogja öcsi bácsi nevét viselni. Az már biztos, hogy a legendás 6-3 évfordulóján november 25-én fogják felavatni. A sajtótájékoztató után a filmvetítés következett, majd állófogadással zárult az este. Most pedig lássuk, milyen időjárásra számíthatunk Pécsett és környékén a következő napokban. Szerdán túlnyomóan erősen felhős borult lesz az ég. Eső záporszorványosan továbbra is várható. A szél eleinte még erős marad, később a nap folyamán majd mérséklődik. Kora délután 12-17 fok várható. Híradónk végén lássuk még egyszer főbb témáinkat röviden, néhány mondatban. Kormányzati segítséget kér Pécs a katasztrófa helyzet miatt. Kedden autókat borított fel és utakat sodort el a víz. A kár eddig 100 millió forint. 10 centis víz borítja a Verseny utcai sportpályákat. A PVSK csarnok beázott, a sportcsarnok eddig megúszta. És a tarvágás vagy a klímaváltozás miatt öntötte el a várost az esővíz. A szakértők egyelőre tanácstalanok. Ez volt a Pont ma a Pécs TV-n, Európa Kulturális Fővárosának hivatalos helyi televízióján. Friss közéleti és sporthírekkel a továbbiakban is várjuk Önöket a képernyők elé. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ne feledjék, híreinket, tudósításainkat megtekinthetik a www.pecstv.hu honlapon is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!